Szép estét kívánok! Évértékelő beszélgetéseink sorában ma Bóbori Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke a vendégem. Boldog új évet mindnyájuknak! Szervusz Zoli, tiszteltel köszöntelek! Szervusz Zoli! Nos, hát egy fantasztikus év után vagyunk. 2019 sikeres esztendő volt. Az irodalombarátok ezt megerősíthetik itt Székesfehérváron, azt hiszem. Meg annyi könyvbemutató, remek előadások, nagyszerű, hosszabb, két-három napos történetekről fogunk beszélgetni. És hát kezdjük is talán a Lengyel Irodalom napjával, hiszen egy kivételes esemény volt, és kivételes lehetőség arra, hogy megerősítessék az egyébként is erős magyar-lengyel barátság, irodalmi és közéleti barátság. Igen, hát én nagyon büszke vagyok erre a kapcsolatra, és ezekre a rendezvényekre most már minden esztendőben megszervezzük a Lengyel Irodalom napját. És hát az is nagyon fontos számunkra, hogy minden esztendőben részt vehetünk egy lengyelországi nemzetközi írótáborban, ami még tovább erősíti ezt a kapcsolatot. Meggyőződésem, hogy az országban egyedül itt Székesfehérváron ilyen erős a lengyel irodalmi kapcsolat, hiszen hát ezt azt hiszem, hogy akik nyomon követik a mi rendezvényeinket, meg életünket, azok ezt tapasztalják. Olyan eredmények születtek ebből az irodalmi kapcsolatból, mint például a Katiny emlékkereszt, vagy az 56-os emlékmű kint Opoléban, amelyiket én úgy érzékelek, és úgy szoktam mondani, hogy egy hídnak a két pillére ez a lengyel-magyar-magyar-lengyel barátság itt fehérvári vonatkozásban. Az egyik pillére ez a Katiny emlékkereszt, a másik pedig ez az 56-os emlékoszlop. Ezt egyébként meg tudjuk mutatni a nézőknek is, ez a Leporello született, azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly alkotás magában is, és a tartalmi oldalról is. Arról nem beszélve, hogy Konrád Sutászki és Andrzej Straszewski mellett Csébi Géza, lengyelország-magyarországi konzulja is vendégünk volt egyébként már az elmúlt héten, tehát még 2019-ben, és a tavasszal, amikor volt a Lengyel Irodalom napja is. Hát nézd, nagyon jó, hogy említetted ezeket a neveket, hiszen Andrzej Straszewski nekünk nem csak mint irodalom barátoknak, tehát Vörösmarty Társaságnak, hanem azt hiszem, hogy a városnak is nagy értéke az ő tevékenysége. Ő mindig eljön velünk a lengyelországi írótáborba, és most már második alkalom, hogy Csébi Gézával megyünk együtt, ő is résztvevője ennek a Opole és Brzegi nemzetközi írótábornak, ott körülbelül 35-40 lengyelül beszélő, különböző országban élő író vesz részt ebben az írótáborban, és mi magyarok, fehérváriak egyedül, óriási elismeréssel mindig, és rendkívül vendégszeretettel, ami jellemzi a lengyel-magyar-magyar-lengyel barátságot. Igen, hát a Klub Polónia Andrzej Straszewskivel komoly szerepet játszik Székesfehérvár közéletében, én azt gondolom, és nem csak a kulturális életre gondolok. Tehát ez nagyon fontos számunkra. Igen, és az egész kapcsolathoz hozzátartozik az, hogy tavaly kiadtuk Janusz Vujcsiknak a kis verses kötetét. Kiváló műfordítók fordították magyarra Janusz Vujcsiknak a verseit, és hát most nagy örömmel számolhatok be arról, hogy ők viszont most fordítják, Konrád Sutarski most fordítja az én verseimet lengyelre, és az a terv Opoléban, hogy a lengyel barátaimmal fogjuk közösen, Vörösmarty Társaság közösen fogjuk kiadni. Ez nagy-nagy előrelépés, én azt hiszem, ebben a irodalmi kapcsolatban. A kötetekről mindenképpen fogunk beszélni, de most folytassuk a Vajda János díj. Szintén ez nagyon érdekes volt az idei esztendő, hiszen azt a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és a Vörösmarty Társaság közösen hirdeti meg, és az idén véletlenül indult el az, aki nyert. És ez nem volt más, mint Bóbori Zoltán. Viszont az a vers az fantasztikus, tehát azért fogalmaztam így játékosan, hogy tulajdonképpen amennyire jól tudom, nem is szerettél volna indulni. Nem, én nem is szoktam. Eddig én még nem vettem ebben részt, tekintettel arra, hogy a Vörösmarty Társaság elnöke vagyok.
De most valóban úgy mondhatom, hogy a jelenlévők kívánsága volt, hogy én is elmondjam ezt a verset, hát természetesen rendkívül büszke vagyok. Igen, ez azért megerősítést jelent mindenképpen. Hát rendkívül büszke mint vagyok ami, rá. Mint amit a nyáron a Velence tavi gondolat. Gondola, játékosan gondolat leginkább, és ez a Velencei önkormányzatnak köszönhető, ami én azt hiszem, hogy egy komoly előrelépés. Ugyanis azt tapasztaltátok, megtapasztaltuk meg mi is, háttérinformációim azért vannak erről, hogy ez az ingyenes folyóirat jellegű, de inkább egy újságszerű irodalmi lap nagyon népszerű lett pillanatok alatt, és a Vörösmarty Társaság tagjai azok, akik ezt írták. Nem kizárólag, de természetesen elsősorban a kollégáimat és a helyi költőket, írókat próbálom előtérbe helyezni, hát hisz, aki Velencei tó környékére jön nyaralni, vagy akár a téli időszakban is a fürdőbe, az természetesen úgy szeretném, hogyha elsősorban a helyi irodalom képviselőivel ismerkednének meg, de ebben vannak határon túli írók, költők, művei, és hát mások is az országból. Hadd mondjam el nagy büszkeséggel, hogy minden várakozást fölülmúlt ennek a sikere, ennek a kiadványnak, már tavaly is, az idén már két számmal kellett, mondhatom azt, hogy igény volt rá, hogy két számmal jelentkezzünk. Jellemző, hogy én elmentem egyszer az Agárdi termálfürdőbe, és vittem egy köteg kiadványt ebből, és három óra múlva jöttem ki, és akkor alig volt, tehát szétkapkodták. Nagyon büszke vagyok rá, és én remélem, hogy folytatódhat ez. Én még kísértem az idei esztendőt is a Vörösmarty Társaság kiadványai tekintetében is, és meg kell, hogy mondjam, hogy van itt egy kötet, ami különösen kedves számomra. Ezt is szeretném megmutatni azért a kamerának. Versorok országútján Carmen Alba Regia. Fantasztikus. És leginkább azért, mert hogy egy új stílust képvisel, abban az értelemben legalábbis, hiszen itt van egy vers, és emellett pedig most pont ott nyitottam ki, hogy egy irodalomtörténész, illetve hát van némi kritika, hiszen gondolatok Péma Kláréva Babits Mihálynak még Húsvét előtt című verséről, és ez Sebők Melinda, pont ott nyitottam ki, igen, a remek irodalomtörténész jegyzi. Tehát megvan a vers, és mellé pedig egy-egy gondolatsor arról, hogy éppenséggel mit ábrázol, mit hoz nekünk ez a kötet. Hát hadd mondjam azt, hogy ez is kuriózum éppen ezért, hogy a vers mellett egy verselemzés vagy ismertetés szerepel. Valóban így van, hogy az ország legkiválóbb irodalom történészei tollából. És hát nagyon, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy országos híre lett ennek a kiadványnak. Nem csak azért, mert így ilyen módon szerepelnek benne a versek, hanem a minőségét tekintve is, legalábbis hát én nagyon sok dicséretet kaptam. Ha már itt tartunk ennél, hiszen nagyon sok Vörösmarty Társaságos szerző, aki bemutatkozik ebben, egy-egy írásával, versével, kicsit essék szó arról is, hogy egyre több Vörösmarty Társaság tag, írók, költők, novellisták is szerepelnek az országos nagy, úgymond nagy irodalmi folyóiratokban. Hát én ezt mindig nagy büszkeséggel mondom, úton útfélen. Tényleg így van, hogy a mostani alkotó gárda nem csak az ország határon belül, hanem határon túl is a legkiválóbb irodalmi folyóiratoknak a rendszeres szerzői. Tehát mondhatni, hogy nagyon, nagyon erős az irodalmi élet Székesfehérváron. Én ezt büszkén mondom, talán nem tűnik önteltségnek, hogy hát elsősorban itt a kollégáimra gondolva. Ez mindenképpen fontos. Az idei esztendőben is volt határon túli magyar irodalom napjai. Erre mindig mindenki felkapja a fejét szerte a hazában, és határon túl is, hiszen általában itt vannak a délvidéki, felvidéki, kárpátaljai barátaink, és ez egy remek hangulatú, és mélységeiben is nagyon-nagyon fontos találkozó.
Nem tudom, hogy tapasztalta, de az elmúlt években, hogy most már jó néhány éve mindig azzal válunk el egymástól, határon túli barátainktól, hogy ez volt a legjobb rendezvény. Tavaly is, illetve hát ebben az esztendőben is így váltunk el. Ebben valószínűleg közrejátszik az, hogy a Trianon volt a témája a rendezvényünknek, és hát erről a határon túlra szorult magyar költők, írók, hát el lehet képzelni, hogy milyen fantasztikus érzésekkel és milyen tapasztalatokkal beszélnek Trianonról és a következményeiről az irodalomban megjelenő következményekről. És ráadásul az előadásokon túl, hiszen itt is számos rendkívül rangos költő író előadását hallhattuk, most kiegészült azzal is, hogy a Vörös Marti Színházban, a kávézóban folytatódott ez, és azt hiszem, hogy hát ennyit megérdemelt Trianon, nem csak azért, mert ugye Székesfehérvár megelőzi, ha úgy tetszik, valamennyi várost azzal, hogy már az idei is Trianon emlékév, és jövőre pedig, tehát ebben az esztendőben, 2020-ban pedig, ugye a 100. évfordulóra emlékezünk, a Nemzeti Sors Tragédia június 4-i évfordulója, 100 esztendeje történt. Ez tudatos volt, hogy ezt így szerveztétek meg tavaly? Természetesen, hiszen hát az elmúlt esztendő már, mint ahogy mondtad is, Trianon emlékév volt, és Vizi László tanárról irányításával csodálatos rendezvények folytak a városban, és voltak a városban. Mi szerettünk volna ehhez hozzájárulni azzal, hogy a határon túli magyar irodalom témája Trianon volt, és azóta is folyamatosan téma szóba kerül nálunk Trianon. Most legutóbb például a Trianoni Szemlének a munkatársai voltak a vendégeink. Mondhatom azt, hogy felejthetetlen este volt, hiszen ez egy olyan nagyszerű kiadvány, ez a Trianoni Szemle, amit nagyon-nagyon sok embernek kellene olvasni, hiszen olyan írók írásai, művei szerepelnek benne, akiket ritkán lehet olvasni, és amiket ők írnak, azt talán csak egyedül a Trianoni Szemlében, vagy esetleg ritkában másutt. Különleges rendezvény volt, és hát én nagyon büszke vagyok erre a kapcsolatra. Lehetsz is, mert én azt gondolom, hogy példaértékű, és ráadásul sokan vannak, egyre inkább érdeklődnek. Tehát már nem pusztán azért járnak az emberek a hasonló rendezvényekre, irodalmi előadásokra, mert divat, hanem azért, mert talán megértették, és ebben nagyon nagy szerepet játszott a Vörös Marti Társaság is, hogy Trianonnak kell foglalkozni, mélységeket kutatjuk. Hiszen nemrégiben volt vendégem egyébként Szikora János, a Vörös Marti Színház igazgatója, aki most a Sárosi István könyvét fogja színpadra vinni, a Trianon című könyvet, ami azt hiszem, hogy egy szenzáció lesz mindenféle értelemben. Bocsánat, hogyha már említetted igazgató urat, akkor hadd mondjam el, és szeretném megköszönni az ő támogatását és a színház együttműködését a Vörös Marti Társasággal. Nekünk ez nagyon nagy érték, és nagyon nagy köszönettel tartozom érte Szikora Jánosnak. Igen, hiszen a Perely uramról is szerettelek volna kérdezni, hiszen Sobor Antal kisregénye, amelyet Román Károly adaptált színpadra, az volt a szenzáció. Ugye 2018. decemberében volt a premier, de azt nem feledhetjük el, hogy a Nemzeti Színházban is bemutatták március 14-én 2019-ben, ami egy páratlan értékkel bíró regény, illetve színpadi játék megkoronázása, ahogy tetszik. Hát nézd, nekem Sobor Antal nagyon jó barátom volt, tudod, és a Perely uram azok közé, a regények közé tartozik, amelyik az én életemnek a 10 legnagyobb könyvélménye közé tartozik. Tehát egy csodálatos alkotásnak érzem, és hát rendkívül nagy öröm volt számomra, meghatódottságig, hogy ez a színpadra került Román tanár úr adaptálásával, és hát hálásak vagyunk a színháznak.
Szikora János igazgató. Igen, ha már itt tartunk, egy kicsit előre szaladunk, aztán, hogy visszatérünk az eredeti gondolatsorhoz. Ugye szintén Jánossal arról beszéltünk, amit bejelentett a Vörösmarty vacsorán, hogy a következő évben gondoskodik arról, hogy a Vörösmarty irodalmi szalonban, ami a színház szervezésében valósul meg, több Vörösmarty társaság költő, illetve író szólalhasson meg. Azt hiszem, hogy ez nagy előrelépés. Hát igen, már tulajdonképpen létezik ez a kapcsolat, hiszen voltunk az elmúlt évben is, tavaly is, és gondolom, hogy az idén is lesz lehetőségünk arra, hogy a Vörösmarty társaság tagjai legalábbis az új műveikkel ott bemutatkozzanak, de biztos vagyok, hogy Szikora János ebben partner lesz. Mi állunk rendelkezésre, és hát nagy megtiszteltetés ez számunkra természetesen. Mielőtt folytatjuk a kiadványokkal, illetve az elmúlt esztendő történéseivel, az egyik legfontosabbról kell, hogy beszéljünk, ugye tisztújítás volt a Vörösmarty társaságnál, és ennek kapcsán immáron az Áron Nagy Lajos művészetbarátkör is, Lakner József vezetésével, ha úgy tetszik, eddig is úgy volt, csak nem papíron, a teljes jogú tagja a Vörösmarty társaságnak. Ez egy fontos lépcső. Hát ez eddig is így volt. Igen. Eddig is így volt, és én nagyon büszke vagyok az Áron Nagy Lajos művészetbarátkörre. Példát mutató az az együvé tartozás, és az az összetartozás, amivel ők élik az életüket, és hát rendkívül lelkesedéssel szervezik a kiállításaikat, különböző előadásokat, kirándulásokat, és hát ezt azért szeretném elmondani, hogy most már évente kétszer közös kirándulásokon veszünk részt, tehát a Vörösmarty társaság tagjai. Ennek természetesen azon kívül, hogy megismerkedünk az ország különböző városaival, településeivel, azon kívül van egy ilyen összekovácsoló, összetartó közösség erősítő ereje. Mondhatom, hogy rendkívül jól érezzük magunkat mindig. Úgyhogy sokat jelent valamennyiünknek ez a közösség. A vezetésben nagy változás nem történt, az elnök tisztet továbbra is te látod el, Lukács József, Bakony István, P. Maklár Éva és Lakner József került az elnökségbe. Azt hiszem, hogy ez egy remek csapat, és bizakodhatunk, hogy ugyanígy folytatódik a munka, mint ahogy ugye folytatódott. Mert hogy azért hoztunk mi egy novellás kötetet, ez megint egy újdonság, Kötéltánc címmel. Az elmúlt évben már beszéltünk róla, hiszen P. Maklár Éva mutatta be a Vörösmarty társaságnál. Ez egy fontos pillanat volt szintén. Tehát az, amikor egy társaság össze tudja gyűjteni a legjobbaktól a legjobbakat, azt hiszem, hogy az egy nagyon komoly dolog. Hát igen. És mutassuk meg a könyvet közben. És az két kis verses kötet már napvilágot látott az elmúlt esztendőkben. Tehát a verseket összegyűjtöttük már két kötetben is. Éppen ezért gondoltam arra, hogy most már a prózai írásokat is összegyűjthetnénk, és kiadhatnánk, és kiderül, bár én nekem ez nem volt tudóság, kiderül, hogy kiváló prózaírók is a Vörösmarty társaság tagjai, hát nem akarom felsorolni. Igen, hát én hadd szemezgessek belőle, főleg azoknak a nevét mondom, akik keveset írnak prózát, hát Gálcs Csaba például, Hejter Tamásról tudjuk, hogy remek, Kürti Réka, fiatal tehetség, László Zsolt barátunk, itt is megmutatja, Néred György. László Zsolt kivirágzott most, hogy prózaírásra kell. Én magam is ezt tapasztalom. Néred György, ugye hát ő írt novellákat, P. Maklár Éva nem különben, Pálfalvi András, Prax Levente szintén egy fiatal tehetség, felbukkan itt Sáringer Károly barátunk neve, Sohonyai Edit, aki ilyen értelemben most, ha úgy tetszik, csatlakozott a Vörösmarty társasághoz, Szegedi Kovács György, te magad is értelemszerűen, és Baltal Klára. Tehát én ezt ajánlom mindenkinek, annál is inkább, mert ez a novellás kötet egy kuriózum. És hát én azt hiszem, hogy nagyon jó olvasmány. Igen. Nagyon jó olvasmányok ezek a novellák. Különböző tematikájú, és különböző, nyilvánvalóan az írókra, szerzőkre jellemző írások vannak benne. Hát elfogult vagyok természetesen vele, de én remélem, hogy akik elolvassák, azok igazat adnak
nekem abban, hogy ezt meg kellett jelentetnünk. Még egy pillanatra tekintsünk vissza az Áron Nagylajos művészetbarát körre. Ugye, aki gyakran jár a Kossuth utcába, az tapasztalta, hogy néha üresek voltak a falak. Na most ez egyszer s mindenkorra megszűnt, mégpedig úgy, hogy az Áron Nagylajos művészetbarát kör tagjai folyamatosan megterítették a falat gyönyörű szép alkotásokkal. És ez már is otthonossá teszi a belső tér kialakítását. Pontosan így van. Lakner Jóskának volt az ötlete, vagy úgy tudom, hogy az ő ötlete volt, és hát valóban így van, hogy nem csupasz falak közé lép be az ember, ha éppen nincs kiállítás, hanem mindig egy szépen feldíszített terembe. No, tehát beszéltünk már az Áron Nagy Lajos művészet. Most egy kicsit szemezgessünk továbbra is azokból, hiszen számtalan remek kötet született. Többek között mondhatom, ugye Bartak Klára Alkonyórán nemrégiben jelent meg, egészen kiváló. Igen, igen, hát talán az év elején a Péma Klári Évának a nagyon szép kötete, amelyikben versek is, prózai írások szerepelnek, sőt az illusztrációkat is ő maga készítette. De én nagyon büszke vagyok arra, hogy most már az ország különböző pontján élő írók, költők is megkeresnek minket, és amennyiben hát tényleg alkalmas arra, hogy a társaság a nevét adja, ott boldogan adjuk ki. Ilyen például a Szuromi Pálnak egy haikukat tartalmazó, egészen különlegesen színvonalas kis könyve, de mondhatnám a Radnai Istvánnak a könyvét, aki rendszeres résztvevője a társaság rendezvényeinek, rendszeres szerzője a Várnak. Úgyhogy, vagy akár Vén Zoltánnak a csodálatos album, ami most igen, jelent meg. Most jelent meg, nem régiben. Azt hiszem, hogy az egy egészen rangos kiadvány. És hát ne feledkezzünk meg arról a könyvről, illetve a kisebb kötetről, ami a tiéd. Az Ima verskönyv, azt hiszem, hogy erre is felkaphattuk a fejünket, mert hogy ez nekem nagyon-nagyon hiánypotló volt a tetolatból. Hát bevallom, hogy egy kicsit engem is meglepett a siker ennek a könyvnek, és nem csak a tartalma miatt, hanem annyira szép könyv, hogy ezt többen fölvetették, hogy az ország kiadványai a szép könyvek között kellene szerepeltetni. Hát nagy öröm lenne. De azt hiszem, hogy a többi kiadványunk is méltó, és sok örömet okoz. Nolika, milyen lesz az idei esztendő? Még egy könyvet hagyom, ja, csak Marcsok Vilmának a könyve, a tanulmány kötete, ami a szórványvilágban élő embereknek az életét és a lelki világát foglalja össze, sorsát. Fantasztikus olvasmány, komolyan mondom. Tehát az idei év, Trianon évforduló van, 100. évforduló, azt hiszem, hogy ez méltó megemlékezést kíván, gondolom, hogy erre készültek. Azért is, mert olyan együttműködés van a Trianoni Szemle és a Vörösmarty Társaság között, hogy vállaltuk azt, hogy a két szám jelenik meg évente a Trianoni Szemléből. Aki ismeri, azt tudja, hogy ez tulajdonképpen egy könyv, és vállaltuk azt, hogy mindegyik számot bemutatjuk itt Székesfehérváron, de én azt szeretném, és ezt föl is ajánlottam a Trianoni Szemle főszerkesztőjének, hogy ne csak Fehérváron, hanem a Vörösmarty Társaság szervezésében a megye más településein is mutassuk be. Nagyon fontos lenne tisztán látni és folyamatosan tájékozódni Trianonról és a következményeiről. Kiváló gondolat, ehhez kívánok erőt, egészséget a Vörösmarty Társaság minden tagjának, lesz dolgotok bőven. Én azt tudom ígérni neked, Vörösmarty Társaság tagjainak és a televízió nézőknek is, hogy mi időben ott leszünk mindig, és beszámolunk erről. Köszönöm szépen, hogy én is köszönöm, és hagyd tegyem hozzá, hogy számunkra rendkívül fontos
az a támogatás, amit a sajtótól, az írott és az elektronikus sajtótól kapunk általatok, és ezt nagyon hálásan köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket. Évértékelünk mai vendége Bobori Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke volt. Viszontlátásra!